Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mit érez jelenleg veled kapcsolatban. Milyenek az érzelmei? Gondol rád, vagy le akarja zárni ezt a kapcsolatot, elfelejtett téged? Jelen pillanatban mit érez irántad? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. A fő téma itt felül látható, és ez a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat. Vagy azt is jelentheti, hogy neki szerencséje van veled, hiszen boldog ebben a kapcsolatban. Vannak szép gondolatok, érzelmek. Itt látható a szív, és ez utal erre a szerelemre. És a csillagkép szintén szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat. A ház az jelentheti az ő otthonát, vagy a te otthonodat, vagy egy közös otthon tervezését. A ház jelenti az alapokat is. Most megvannak az alapok arra, hogy ő nyilatkozzon, hogy kimutassa az érzelmeit, hogy elmondja azt, hogy boldog veled, sőt, hisz a csillagokban is, hogy van egy lelki kapcsolat, minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Ennek a kaszának több jelentése is van. Lehet, hogy lesz itt egy szerencsés fordulat, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre. Lesz egy meglepetés. A kasza el tud vágni bizonyos dolgokat. Például, ha ez a ház az ő szülői házára, a rokonokra utal, lehet, hogy ő lezár bizonyos kapcsolatokat. Vagy ha ez a ház az ő otthona, és ezt zárja le, akkor az utal egy költözködésre. Amennyiben ő még házas, akkor a kasza azt is jelentheti, hogy itt válásra kerül a sor. Itt a gólyák szintén változásokra utalnak. Lesz egy fordulat, ami mindkettőtöknek szerencsét hoz. Ő fontos döntések előtt áll, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Itt lesznek változások, fontos döntések, és ő beszámol erről, hiszen itt megjelennek a madarak, és csevegnek. Az utal a kommunikációra, tehát lesz beszélgetés köztetek. Kimutatja az érzelmeit, elmondja azt, hogy boldog veled, lesznek változások, ez lehet egy költözködés, és van hirtelen jönnek az események, és ő lezár bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rá!